Sziasztok, Stíver Zoltán vagyok, és nézzétek az NSO TV-t. Tudtuk, hiszen megnéztük a legutolsó mérkőzésüket, tudtuk, hogy egy jó csapatokból érkező játékosok, akik megpróbálnak agresszívan futballozni, illetve nagyon fegyelmezetten visszazárni a saját térfelükre, és onnan próbálnak indulni. Kértek is a játékosokat, és videón is kielemezve mutattuk nekik, hogy nagyon-nagyon hasznos lenne, hogyha a befelé játszó szélsőink helyét betöltő védőinkre forgatnánk a labdát, és onnan próbálnánk befelé játszani. De azt is látni kell, hogy egy generációváltás közepén vagyunk, amiben meg kell találni szeptemberig azokat a játékosokat, akik a legjobban tudják ezt a feladatot megoldani. Ha nézem az albán csapatnak a mérkőzését, a Románia is 1-0-ra tudta megverni őket, és itt visszautalva egy kicsit a generáció váltásra. Egy alakuló csapatnál, és nem szeretnék a játékvezetéssel véletlenül sem foglalkozni, de nagyon fontos, hiszen az első 15-20 percben volt két olyan szabálytalanság a Korhut Misivel, illetve a futács Márkoval szembe, ami én szerintem az egyik 11-est ért volna, hiszen a futács Márkot a szögletnél szabályosan leszakították róla majdnem a meszt, illetve a Korhut Misinek én úgy ítélem, hogy kirúgták, és egy alakuló csapat tud vezetni 15-20 perc után 1-0-ra, én azt gondolom teljesen más forgatókönyve lett volna a mérkőzésnek, de összességében meg kell nézni a mérkőzést, ki kell elemeznünk, és meglátjuk, hogy mi az, amiben tudtunk előrelépni, és miben nem. Annak viszont nagyon örülök, hogy Vécsei Bálint, illetve Kocsmár Zsolt, vagy a Heffler személyében nagyon bátran futballoztak. Nagyon kíváncsi leszek, hogy a jövőben ők hogy fognak a mérkőzéseken teljesíteni, hiszen fölvállalták 18-19-20 évesen, itt a Heffler idősebb a játékot, ami középpályán az első fél időben volt, de nagy öröm számomra még egyszer mondom, hogy ilyen fiatal játékosok így fölmerik vállalni. Kinek lenne kérdése, kapitány úr? Szöveg Oszkár vagyok a mob.hu-t, és azt kérdezném a kapitány úrtól, hogy ugyanez a lötyögés várható-e a kazahok ellen? Egy alakuló lévőbe csapat vagyunk, és azt gondolom, hogy elmondtam, de megismétlem, hogy nem mindegy, hogy az első 15 percben megkapjuk-e azt a szabályos, én szerintem 11-est, ami még lendületet tud adni a csapatnak, de ahhoz, hogy a csapat is ezen át tudjon esni, én azt gondolom, és itt meg kell említenem, azt Debrecenben olyan hangulatot teremtettek, és olyan buzdítást adtak nekik, hogy nagyon sok mindenen átlendített a csapatot, úgyhogy én nagyon bízom benne, hogy a jövőben ugyanilyen segítséget fogunk kapni, és a válogatott a szurkolóik nélkül nem tud létezni. Úgyhogy én nagyon bízom abban, hogy egyre-egyre felszabadultabbak lesznek, hiszen nagyon fontos az, hogy nyerjünk mérkőzést, hogy még nagyobb önbizalmuk legyen, hiszen még bátrabban merjék azokat a dolgokat megtenni. A felkészülési mérkőzésről van szó. Ha mind a két csapatot nézzük, akkor a másik csapatnak is föl lehet tenni, de mégis azt mondom, hogy próbáltunk, ha nem is a 90 percben, de a második fél időben, amit kértem, hogy maradjunk fönn, próbáljunk minél gyorsabban labdát szerezni, támadjunk vissza. Részben azért azt gondolom, hogy ez megvolt. Tehát ezek szerint elég lett a csapat mentalitásával? Részben igen, részben nem. Kinek van kérdése még kapitányhoz? A Horváth László, Samsung Sport. A szurkolók azért önt is megtalálták a második fél időben. Erről mi a véleménye? Én azt gondolom, hogy azért jönnek ki a szurkolók a mérkőzésre, hogy vagy így, vagy úgy vélemény nyilvánítson. Én nagyon örülök, hogy én azt gondolom, hogy a reklám a negatív, illetve a pozitívon foglalkoznak az emberrel, akkor azt mutatja ki, hogy szeretik. Kérdés? Hát, bocsánat, csak jó, sorban. Akkor hátul először, oké, és aztán utána. Mind a Kristán, Rigo, a kinevezésekor azt mondta, hogy érős ellenfeleket szeretne válogatnak ebben a tekintetben, így hogyan értek el ezt a finn, dán, albán, kazak négyest? A finn, én úgy értékelem, ugye a finn mérkőzés 3 éve egy nagyon jó csapat, meg kell nézni, hogy milyen eredményeket értek el, hiszen Spanyolországban a világ és Európa bajnokkal szemben is olyan eredményt tudtak elérni, amire felkapta a világ
a fejét, illetve a többi olyan eredményeket értek el, ami nagyon-nagyon tekintélyes. Illetve itt van a dán válogatott, én azt gondolom 25 helyjel előrébb van, mint mi. Meg kell nézni, hogy őnekik a játékosaik milyen csapatokban játszanak, és 14 éve folyamatosan építik alulról tudatosan a válogatottjukat, és egy nagyon szervezett és egy jó csapatuk van, jó játékosokkal. Ha finneket mondom, akkor 3 évvel ezelőtt, amikor tőlünk kikaptak, akkor ők időbe észbe kaptak, és elkezdtek építeni egy csapatot, ami mára, én azt gondolom, megmutatta, hogy milyen eredményekre képes, úgyhogy a Dánia is. Az albán válogatottnak az eredményeit, ha megnézzük, és elnézést, ha nem vagyok pontos, de az utolsó 7-8 mérkőzése 0-0, 1-1, 1-2, 2-0, tehát nagyon-nagyon szoros eredményt játszottak, bárki is volt az ellenfelük. Ennek a tudatában én azt gondolom, nagyon nehéz volt a mai mérkőzésen, és itt lehet lötyögésnek hívni, én azt gondolom, hogy szervezetten visszazárt 10 ember a saját térfelükre. Kerestük azokat a dolgokat, amikre föl is voltunk készülve, hogy a védelem és a középpálya közé bejövve föl tudjuk venni a labdákat, és abból tudjuk folytatni a labdát, vagy illetve a széléről bejövő embernek át tudjuk forgatni. Részben sikerült, részben nem. De azt gondolom, hogy én szerintem, és ez nem biztos, nem néztem még vissza, tehát ne vegyék készpénznek, de 2 olyan 11-es gyanús helyzet volt, amiből az egyiket, ha megadják, én azt gondolom, más lehetett volna, és 3 11-es tudtunk volna rúgni. Ilyen arányba, vagy ilyen 11-es szituációban nem kerültek nálunk jobb csapatok. Úgyhogy én azt gondolom, hogy keressük azt a dolgot itt a válogatotta, hogy minél összeszokottabbak és jobbak legyünk, és fegyelmezettebbek. Én azt gondolom, hogy szépen, ha nem is nagyokat-nagyokat ugrunk, de lépésről lépésre lépegetünk valamit előre, és igenis ennek a válogatottnak támogatottság kell. Mert nézzék meg, hogy mi volt évekig. Volt egy generációnk, akik kint játszottak, és különböző csapatokból jöttek haza. Jelen pillanatban minimális az ilyen játékos, és az itthoniakból kell megteremteni. Sokkal, de sokkal szervezettebben kellett volna az utánpótlásunkat fölépíteni úgy, hogy az utánpótlás válogatottakat olyan összetartásokkal bent tartani, hogy ahogy egy Gera, vagy egy Hajnal, ahogy kimegy az A-válogatott keretébe, már olyan játékos legyen felkészítve az adott rendszerben, az adott válogatotthoz, hogy az egyik csapatból a másikba be lehessen tenni. Nem rendelkezünk ezzel, ezzel mindenféleképp javítani kell. Az előbb is elmondtam a válaszomban, hogy amíg a dán mérkőzésen a dán csapat fölvállalta, hátrább szorultunk, mi is fölvállaltuk azokat az egyeket és azokat a labdavesztésből az azonnali visszatámadásukat. De egy albán csapat visszazárt a saját térfélre, tehát ezáltal nem is lehet olyan iramot játszani, mint történt ez a dán mérkőzésen. Két kérdésem lenne. Az egyik az, hogy én arra számítottam, hogy Lovrencsics többet fog játszani, hogy ennek mi volt az oka, hogy csak az utolsó, azt hiszem 20 percben jött be, a másik, biztos van valami oka. A másik kérdésem pedig az, itt nézzük az internetet, a Koman Voli itt rakja fel a fotókat Athénból, a német Krisztián meg a, ki a harmadik? Juhász Roland társaságában, hogy nálam ez nem nagyon fér bele, hogy ezek elmennek nyaralni, miközben a válogatott itt játszik, és mindegy, hogy de játszik, és dolgozik, mert ez a munkájuk. Jó, akkor vegyük. Létszős az első rész a kérdés. A Lovrencsics miért játszott ilyen? A Lovrencsics Gergőt, ha megnézzük, aztán pontosan a lengyel bajnokság összes mérkőzése játszott, illetve Európa Liga mérkőzésen. Hétfőn csatlakozott, vasárnap este ő meg játszott, hétfőn 12 óra felé csatlakozott, 11 óra felé csatlakozott hozzánk, illetve volt egy arcüreg gyulladása, amire kint már antibiotikumot szedett, és az ő elmondása szerint is, tehát azért ki szerette volna hagyni a mérkőzést, de az edzője azt mondta, hogy játszania kell. A Stieber Zoli személyében szerdán játszottunk, és a Zoli
és ugye a Hamburg ellen játszott rájátszásos mérkőzésen, ahol ők alul maradtak, és ő is debreceni mérkőzésen kevesebb lehetőséget kapott. Ugye nagyon-nagyon minimális az a lehetőség, amikor ezeket a játékosokat meg fogunk tudni nézni, hiszen a nem UEFA napokra nem fogják elengedni. A Zoli 17-én, 18-án kell, hogy csatlakozzon a Hamburghoz. Ő már a szombati mérkőzésen nem is lesz, illetve a Gergő lesz, és úgy döntöttünk, hogy inkább a Gergőt megpihentetjük, és a második félidő vagy annyi percet, amennyit szánunk neki, lejátsza, és a szombati mérkőzésen pedig egy teljesen kipihent úriemberrel fogunk tudni játszani, akinek azt gondolom, hogy addig rendben is jön a betegsége. A másikkal én nem nagyon szeretnék foglalkozni, én nem tudom, tőlünk a Kuman Vladimir úgy ment el az edzőtáborból, hogy fáj a sarka, nem 100%-os, nem tudja vállalni a mérkőzést. Na most, ha nem tudja vállalni, én mit tudok csinálni? Ha nem akar, mert ő azt mondja, hogy nem tud 100%-osan részt venni, és nem tud a csapatnak segíteni, akkor azt gondolom, hogy el kell engedni, nem kell, hogy ott legyen a táborban, de ugyanígy volt a Kádár Tamás, akinek vírusos fertőzése volt, őt is elengedtük. Úgyhogy a Juhász Rói pedig nem volt most benne a keretben, tehát azzal nem is kell, hogy én nekem foglalkoznom kellene. Köszönöm. Így kérdés belefér, mert közben megérkezett az alapnál. Igen, a rendék, akik a Szama Járgának van esélye szeptemberi visszakerülni a csapatba. Mindenkire szükségünk van. Én úgy ítélem meg, hogy azért az Ádámmal tisztában vagyunk, hogy mire képes. De az Ádámnak is úgy kellene a válogatottba bejönni, hogy minél több mérkőzés van benne, hiszen az elmúlt másfél-két hónapban nagyon-nagyon minimális mérkőzést számot játszott, illetve a Priskin Tomit is azért hívtuk be, hogy megnézzük, hogy a Tomi mire képes. Ugye azért ezek a játékosok 2-3 hete már abba hagyták a bajnokságot, de nagyon örülök, hogy a Tomi, ahogy bejött, meg tudta tartani a labdát. Voltak olyan dolgai, amivel tudtunk előre építkezni, megvannak, mindenkire szükség van. A magyar labdarúgás nem áll úgy, hogy bármilyen játékosról lemondjon. Tehát mindenkire számítunk.